Sziasztok! A mai videóban a karácsonyról és a Santa Clausról, azaz a télapóról lesz szó. Valószínűleg te is várod a karácsonyt, mivel munkaszüneti nap, és nem kell menned se suliba, meg munkába se. És még ajándékokat is kapsz. Ez jól hangzik, nem de? Akkor most nézzük is néhány érdekességet a karácsonyról. Persze a szokásos módon listába szedve fogjuk ezeket az érdekességeket meghallgatni. Első. A karácsony pont a téli napforduló napján van. Innentől kezdve a nappalok hossza növekedni kezd. Második. December 25-ét a 19. században nem tartották ünnepnek a puritánok. Harmadik. A karácsony lényegében egy pogány ünnep, amit a kereszténység átvett tradícióként. Negyedik. Karácsonykor többet költenek az emberek, és ez jót tesz a gazdaságnak. Ilyenkor az üzletek is annyi nyereséget termelnek ezen az ünnepen, mint 11 hónap alatt, tehát nekik is megéri. Ez az ünnep. 5. Amerikában 35 millió karácsonyfát adnak el. 6. A karácsony több milliárd ember ünnepli világszerte. 7. A karácsonyfa díszei ősi, egyetemes kultikus szimbólumok. A karácsonyfa fényei a született világosságnak a szimbóluma. A karácsonyfa csillagja a napot szimbolizálja, az oboa a kígyót szimbolizálja. Karácsonyfa pedig a háromszöget szimbolizálja a pogány kultuszban, amit a keresztények átvettek ugye tradícióként. És most jöjjön a 8., azaz az utolsó, de a legérdekesebb ebben a listában. Egyiptomban, Görögországban és Rómában az ókorban december 25-én valójában a Szaturnália ünnepe volt. A Szaturnália ünnepén az öltözködési szokás lazább volt, és az emberek ajándékokat adtak egymásnak. Szaturnália ünnepének idején erre a napra eltörölték az összes törvényt és szabályt. Azaz, az emberek bármit megtehettek, amit akartak. Szaturnália ünnepén szabad volt meztelenkedni, és nyilvánosan az utcán is csoportos orgiát rendezni. És még nem is számított házasságtörésnek sem a csoportos orgiában való részvétel. Sőt, még a lopás is megengedett volt a Szaturnália ünnepén. Hát a ma ünnepelt karácsonyról, amit eddig megtudtunk, az az, hogy valójában egy pogány ünnep. És a Szaturnália ünnepéből alakult át, persze ez egy finomított forma, tehát az ajándékozás az megmarad, ami volt ugye a Szaturnália ünnepén, de az orgiák, meg az ilyen öltözködés, az ugye a mai századra már törölték ebből az ünnepi tevékenységből. Na de remélem tetszett ez a kis videó, és érdekesnek tartottátok, de sajnos az időm lejárt, úgyhogy elköszönnék. Sziasztok, a további viszontlátásra a következő videóban találkozunk.